komoly szakmai elismerést, díját vehette át nemrégiben. Hogyan lehetne bemutatni? Úgy lehet bemutatni, hogy az ipartestület tesz javaslatot az IPOSZ-nak, és a több évtizedes szakmai munka elismeréseket adják ezt az aranyfokozat kitüntetést. Az én történetem 1958. augusztusában kezdődik Zalaegerszegen, majd 1959. szeptemberében folytatódott Nagykanizsán, és Nagykanizsán dolgoztam 5 évig, majd 1964. szeptember 3-án mestervizsgát tettem a Pécsi Mestervizsgabizottság előtt, és utána lettem önálló kisiparos 1965. január 5-én Lentibe. Hogy a Lecsári Zoltánból fotós? Hát úgy lett fotós, hogy 1958. augusztusában a Kulcsár fényképésznél az Zalaegerszegen jelentkeztem, ipari tanulónak is felvettek, de a sors úgy hozta, hogy egy év után átkerültem Nagykanizsára is szerencsémre, mert Nagykanizsai városi fotóban 8 idős mester dolgozott, Borsai János, Cser László, Szadics Simon, Vajda Istvánné, Halász Mami, ők dolgoztak, tehát mind olyan idős emberek voltak ezek a mesterek, akiket a sors összehozott, már a Borsaiéknak Budapesten lebombázták a műtermét, és akkor utána el kellett nekik valahol helyezkedni, és így kerültem én Nagykanizsára. Egy sor szakmai elismerést tudhat a magáénak, soroljunk fel ezek közül néhányat. Igen. Megkaptam az ipar kiváló mesterét, megkaptam az ezüstgyűrűt, még a nagykanizsai éveimben a munka után aktívan részt vettem a nagykanizsai fotóklub életébe, ahol minden hónap egyik napján volt előadás Pestről, vagy valahonnét jöttek előadók, és minden hónapban mindenkinek kellett beadni képet, és tehát, hogy mondjam, szinte a szakmai részét a városi fotóba tanultam, de a bűvészi részét pedig a fotóklubba. Már Réti József, meg nagypesti neves művészek jöttek minden hónapban előadást tartani, amiből rengeteget lehetett fejlődni. Mióta működik Lentiben a nevével fémjelzett fotólabor? 1965. január 5-e az hétfői napra esett, azóta vagyok önálló kisiparos. Már ugye 1964-ben, amikor szeptember 3-án letettem a mestervizsgát, én akkor egyből kérvényeztem azt, hogy kisiparos lehessek, és akkor nem úgy volt, mint ma. Az ember beadta a kérelmet, elutasították, fellebezni kellett, azt is meg kellett fellebezni, már abban az időben nem osztogatták ugye a vállalkozási engedélyeket, mint most. És ugye akkor még ki volt kötve az, hogy csak mestervizsga letétel után lehetett valaki kisiparos. Milyen szakmai út vezetett a mai modern laborig? Amikor én elkezdtem 1958-ba, akkor még üveglemezre fényképeztünk, majd az üveglemezt felváltotta a síkfilm, majd a 6x9-es film, a keskenyfilm, és napjainkban pedig mágnes kártyára dolgozunk. Tehát egyetlen egy szakma a világon nem változott annyit, és nem fejlődött annyit, mint a fényképészet. Már üveglemeztől mágneslemezik, ez maga a csoda. Mennyire volt nehéz követni a szakma változásait? Mindegyik külön új beruházás kért anyagilag. Mert egészen másképp kellett az üveglemezt előhívni, meg szárítani, és egészen másképp kell a mágneskártyáról képet csinálni. Ugye, hogy a mágneskártyáról való képcsinálás, ez a legrázósabb dolog. Már 15 évvel ezelőtt, amikor váltottunk, akkor megvettünk egy analóg fotólabort, majd 6 évvel ezelőtt sikerült megvennem a digitálisat, és azóta szinte megváltozott az életünk. Milyen technikai háttér jellemzi most a vállalkozást? Hát vannak Canon fényképezőgépek, egy Multibis mini stúdió van, és van a digitális fotólabor. Melyik az a márka, amire esküszik? Hát én inkább a Canonra esküszünk, de a Nikon is ugyanúgy jó. Egyszer úgy van, hogy sokáig Nikon barát voltam, de most mióta kijött a Canonnak ez az új gépe, azóta Canon viszi a primet. Mik a szempontok a technika választásnál? A kezelhetőség. A kezelhetőség és a pixel szám. Ugye per pillanatnyilag ott tartunk, hogy 22 megapixeles fényképezőgéppel is tudunk dolgozni, és ez jelenti per pillanatnyilag a csúcsot. Hogyan ajánlaná a fiataloknak ezt a szakmát? Sehogy. Sehogy. Nem ajánlanám sehogy. Már a telefonok, meg a mindenféle zseb fényképezőgépek, meg otthon felteszik a számítógépre, és hogy mondjam, a papírkép nagyon-nagyon-nagyon visszaesett. Tehát országosan a fényképészeknek 80%-a megszűnt.
azok a fényképészek, akiknek nincs saját laborjuk, vagy nincs saját műtermük, azok egytől egyig mind bezárták, már ez az új technika annyira tönkretette őket. Hogyan lehetne bemutatni most a működő labort? A vállalkozásunk per pillanat foglalkozik esküvi fotókkal, igazolványképekkel, még a mai napig is kidolgozzuk a negatívokat nagyon szívesen bárkinek, sőt az új technikának köszönhető egy gombnyomáson múlik, hogy színesbe kéri, vagy fekete-fehérbe, vagy szépia-barnába kéri, és per pillanatnyig most a megrendelőinket megleptük avval, hogy nagyon kedvező áron karácsonyi üdvözőlapot lehet készíteni, úgyhogy behozzák valamilyen hordozón az unokáról készült képet, és azt mi perceken belül a kezébe adjuk, és lehet küldeni a rokonságnak karácsonyi üdvözőlapként.